5595 új koronavírusos beteget regisztráltak az elmúlt 24 órában, ez nem rekord, de a hétvégi adatok igen, akkor 7000-hez közeli új beteget jelentettek. A hétfő reggeli adatok szerint 666-an vannak lélegeztetőgépen, és 151 idős, többségében krónikus beteg hunyt el egy nap alatt. Nagyon leterhelt az egészségügy, a Debreceni Szabolcsi és Borsodi megyei kórházban van a legnehezebb helyzetben, mondta az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján az országos tiszti főorvos. Müller Cecília az idősekhez is szólt, azt kérte, használják a nekik hozott idősávot a vásárlásra, hiszen az a tapasztalat, hogy sokan nem élnek a lehetőséggel, az üzletek zsúfoltak. Talán lassan elérjük a platót és onnantól ha lassú mértékben is de csökkenhet a napi új betegek száma, mondta Müller Cecilia. A kormány a napokban dönt arról, az ünnepek alatt tovább szigorítanak vagy enyhítenek. Most úgy tűnik, bízhatunk abban, hogy az ünnepeket közelebb tölthetjük egymáshoz, tette hozzá a tiszti főorvos.